Két napon át lehetett megtekinteni a V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének hagyományos kiállítását. Lerner Zsolt alpolgármester, Bódis Tamás az Agrárkamara mezőgazdaságért felelős Fejér vármegyei alelnöke és Szűcs Antal a szervező egyesület elnökének köszöntőjét követően a szép számú érdeklődő díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat tekinthetett meg, és találkozhatott a székesfehérvári bukógalamb számos példányával is. Számunkra igen nagyon fontos, egyrészt egy közösségépítő egyesületről van szó. És egy olyan egyesületről, akik adtak a városnak, hogyha belegondolunk, hogy mi az, amit adtak, egyrészt ugye van egy galambfajta, a székesfehérvári bukógalamb, amit itt fehérvári galambtenyésztők tenyésztettek ki, valamint városunk egykori jegyzőjéhez, dr. Vinicai Lászlóhoz kapcsolódik a magyar óriás nyúl, mint húsnyúlnak a tenyésztése. Bódis Tamás a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara alelnöke, aki fővédnökként segítette a hagyományos találkozó létrejöttét, úgy fogalmazott, hogy kiváló lehetőség nyílik arra, hogy a tenyésztők és a látogatók is megismerjék egymást és a különböző kis állatfajtákat. Nagy öröm számomra is, hogy most már azt mondhatom nyugodtan, hogy évtizedeken keresztül szervezzük és tartjuk ezt a nagyon látványos kiállítást, és igazán örömömben szolgál, hogy nagyon sok fiatal vesz részt rajta, és úgy gondolom, hogy a galambtenyésztés, a díszgalambtenyésztés, a postragalambtenyésztés fellendülőben van. Talán azért is, mert egy 5 éves programnak a végére értünk. A szervezők nevében Szűcs Antal kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Elmondhatjuk, hogy hál' Istennek szép létszámmal vagyunk, mert 550 körül van a itt, ebbe a kiállítási teremben lévő kisállatoknak a száma. A zöme az hagyományosan galamb, tehát olyan 350 galamb, 100 nyuszi, több mint 30 baromfi, és itt a hátam mögött ott a díszmadarak, azok is egy 60-70 egyeddel vannak képviselve. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé, megvalósult, és elnézve a kiállításra látogató családokat, elmondhatjuk, sikerrel jártak.